Jó napot kívánok, köszöntöm a szubjektív nézőit. A mai műsorunk vendége Ladóczky Gábor, Szabadka szerte ismert és elismert nyugdíjas testnevelő, tanár, egykori kiváló sportoló, edző, versenybíró, sportmunkás. Jó napot kívánok és köszöntöm a műsorban. Több évtizedes eredményes munkájáért 1963-ban májusi díjban részesült, de átvehette a Jován Mikić Spartak díjat. Ezen felül a 84-es szarajevói téli olimpiáról elismerő emlékplakettel térhetett haza, 98-ban Szabadka díszpolgárává választották, most nem is olyan rég pedig egy rangos állami kitüntetést vehetett át, Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést, ehhez gratulálunk. Köszönöm. Hogyan fogadta ezt az elismerést, ezt a kitüntetést, a hírt? Én nem vártam ezt a kitüntetést, egyáltalán nem is gondoltam rá, hogy megkapom ezt a kitüntetést, de egy két hónappal ezelőtt egy női hang fölhívott engem telefonon, hogy ha kitüntetne a magyar állam, elfogadná. Hát mondom, nagyon szívesen elfogadom. Ez volt az egész. Utána hívtak erre az összejöttel, hogy megkaptam. Akkor értesítettek. Én nem ismertem rá gondolni, hogy a magyar állam is engem ki fog tüntetni, de hát ez így történt. Hogy egy kicsit visszamegyünk az időben, akkor hogyan alakult ki a sport iránti szeretete, és a versenysportágak közül melyek iránt érdeklődött a leginkább? Hát a futballnak érdeklődtem, leginkább azt szerettem futballozni, fiatal gyerekkorom volt, 9-10 éves koromban, 11. Futballoztunk mi, és Palicson nőtt, apám oda lett helyezve, akkor palicsi iskolában tanítónak, ott pedig megvolt minden a lehetőség, hogy sportoljunk. És ott futballoztunk ki, de utána az úszók elcsaltak, mert látták, hogy a testvéreimmel együtt jó úszunk, és elcsaltak oda, és nem is bántam meg sose, hogy elmentem. Hány éves volt ekkor? A 10. 10 éves. Igen, első gimnázium után. Az úszás volt tehát akkor a futball, és ezen kívül pedig még? Hát a jéghoki az. A jéghoki. Igen, mert Palicson volt akkor egy jégkorong csapat, PSK-nak hívták, az híres csapat volt, mert Jugoszláviában akkor volt Belgrádban egy gyönge csapat, volt a Palicsi Sportklub, volt Óbecse és Zágrev. Kész, ennyi volt a hoki. De utána a palicsiak jó szerepeltünk, gyerek ifjúságban is, meg fölnőtt korban is később, mikor már oda kerültünk. Úgyhogy én nagyon szerettem a hokit, szívvel, lélekkel csináltam, úgyhogy az nem létezett, hogy egy edzésről hiányoztam, vagy nem hiányoztam, ott voltunk mindig. Tehát akkor, hogyha jól értem, akkor nyáron az úszás, télen pedig a jégkorong dominált Palicson. Dominált Palicson. Ha valamivel gyerek nem hokizott és nem úszott, azt nem vettük be a társaságba, úgyhogy így nézett az ki. De hogy néztek ki a mérkőzések, a meccsek? Ja, a meccsek az a 43-ban, akkor először látta a meccset 40-ben. Utána az ifi csapat, tehát még nem voltunk ifi, pionír csapat, úgy nevezzék, hogy úgy tudom, vagy mit tudom én, hogy nevezzék. Meg volt nekünk, 10 voltunk, akik játszottunk. Minden nap, kemény telek voltak akkor. Sokkal kemény telek voltak, mint most. És hát hazajöttünk az iskolából, egy dolog volt, letettük a táskát, ebédeltünk ki a hokipályára, és utána tanulás. Ez volt a program. És az bejött, mert 42-ben volt egy ilyen kisok országos bajnokság, tehát középiskolások országos bajnoksága, a budapesti csapat, kassai csapat volt akkor, és a becsei csapat, és több Magyarországon oda tartoztunk akkor, és a mi csapatunk bejutott a döntőbe. A budapesti csapattal jutottunk ketten a döntőbe, előbb megvertük Becsét, meg Kassát, ezek pedig a döntőbe bekerültük, és itt Palicson egyet játszottunk az első meccsen. De azért lett egy-egy, mert jött egy meleg hullám, és nagyon rossz volt a jég, és egy-egy lett. Most a pestiek utána megvártak bennünket, olyan, hogy itt nem volt jég 2 hétig, de jött február vége, akkor a műjégpályán ott játszottuk a második meccset. Ott pedig 3-2-re kaptunk ki. Itt a gólt én lőttem, meg Pesten is lőttem egy gólt. Sose felejtem el, műjégpályán, Pesten játszani, hát ez nagy élmény volt nagyon. És utána, hát, ahogy egy játékos fejlődik, úgy fejlődtünk tovább mi is. És utána, a háború után, itt 47-ben már megint volt hoki csapat, szabadtam, nem is egy-kettő, az Addicski és a Spartak.
És az országos bajnokságon harmadik lettünk akkor mi, és utána játszottunk, Parizsban, a Spartakban játszottunk többen, akik mentünk egyetemre, és akkor utána átcsaltak a Partizánba, mert meg azt mondták, hogy mi odavalók vagyunk a legjobb csapatban az országban, és tényleg meg is nyertük 3-4-szer az országos bajnokságot. Nagyon éreztem, a jutott mindig idő arra nekem, a dolgás mellett, és meg a diff, csak a jutott idő, meg úgy csináltuk meg, hogy jusson idő. Nem is bántam meg, mert ugye a profizmus volt, nem az amatőrizmus volt akkor, de azért ott csak jött valami pénz. Egyetemistának meg nagyon jól jött minden dinár. Úgy fizettek bennünket, hogy kaptuk bolokat a katonai üzletbe, és arra ment ruha, és utána eladtuk. És másképp is, például a Partizán stadion 49-ben lett kész, akkor, és ott adtak négy belépőnek a főnök előtt, azt ellenőztük a jegyszedőket. De az 600 dinár volt akkor így meccs. Úgyhogy jól jártunk. Említette még azt is, még mielőtt beültünk volna a stúdióba, hogy a vízilabda iránt is nagyon érdeklődött. Hát mivel ugye akkor a műjégpálya nem volt, Szabadkán nem volt műjégpálya. Úgy, mint most sincs, meg kész a műjégpálya, nem tudom miért nem. És kérem szépen, hát a műjégpálya az kellett, de érdekelt bennünket a másik sport is tulajdonképpen, a vízilabda is. Fölött utóna nem volt, akkor körülbelül kihagytuk azt a február, március, április, utána elég hidegbe is bementünk a Palicsba. Mi tréningeztünk már májusban mindig Palicson. Ott a női fürdőnél volt a pálya akkor, a Bagolyvállal szemben ott, ott volt a pálya, és a gyáron ráértünk kétszer edzést naponta. Elég jó edző is volt, mert idehelyeztek egy Szabados nevű olimpiai bronzérmes úszót Pestről, valahogy itt dolgozott Szabadkán akkor. És önökkel dolgozott? Igen, jött, velünk dolgozott, velünk is, meg a többiekkel is. Ő itt a hivatalnok volt, budapesti volt különben. Ide helyezték dolgozni. És tőle nagyon sokat megtanultunk, nagyon sokat. Mondjuk Zomborban volt egy erős csapat, hát nem hagytuk, mindig első, második helyet, és a Pecienci, a harmadik jó barátunk, mi nagyon, nagyon az egymáson nemhogy tartottunk, hanem versenyt úsztunk minden meccsen. És az eredmény lett. Maradjunk egy kicsit az úszásnál és a vízilabdánál. Olvastam arról, hogy úszóként Szerbiában bajnoki címet nyert. Igen. 47-ben én megnyertem a szerbiai bajnokságot 100 és 200 mellett. Első lettem. Nem is volt olyan nagy küzdelő ott. A beogládiakat is simán megvertem akkor, meg a becskárkányát, a zombariakat. Az elődöntőben fülöttem, hogy bekerül a döntőbe, döntőben megvertem őket, legyőztem őket. De a legjobb sikeremnek én az úszásban nem ezt tartom. Én az volt, kérem szépen, 52-ben, 53-ban. Az egyetemen ilyen távozáson vettünk részt, lent Boszniában, Boracskó jezerónál, és levittek bennünket pihenni utána, mert a nagyon nagy ilyen hegymászások voltak még minden, mert ahhoz is érteni kellett, és lementünk Dubrovnikba, ott egy táborban voltunk, és hát már ott vagyunk, ott volt egy úszóverseny is, egy országos szintű úszóverseny. Hát én mondom a többiek, a tanároknak, és elmenjünk oda. Azt mondja, úgyis utolsó lesz. Én mondom, jó, akkor is elindulok, ha van hely, de van egy hely. És én legyőztem a komplet jugoszláv élvonalat. 100 pillanatban, 1-12-8-at úsztam ottan, és 200-on még nagyon jóval 3 percet belül. Nagyon meglepődtek, mert úgy így kezeltek, de amikor megváltam, akkor nagy tekintélyem lett. Úgyhogy az a legjobb eredményem a versenyúszásban. De a vízipólóban is, hát MB2-es, a második ligát játszottunk, mindjárt nekem volt edzővizsgám is, mert letettem még egyetemista koromba, és átvettük itt a Spartakot, és dolgoztunk vele. Jó csapatunk volt nagyon, nem olyan, mint most, de most nincs csapat. Úgyhogy sikeredző voltam olyan értelemben. Nézzünk egy kicsit előre az időben. Utána, amikor a hokit már úgy éreztem, hogy nem bírom, még játékos koromban letettem a bíróvizsgát, és utána csak mindjárt be kellett lépni oda játékvezetőnek. És akkor hát először itt a Belgrádba, meg
Szarajbóba, ott milyen meccs volt, ligás meccsek voltak, és kitűntem állítólag, és utána nemzetközi bíró lettem utána, nemzetközi. Akkor jártam ilyen szemináriumokra ki, Svájcba is el, arra, nyáron előképp. Én akkor bejött a bíráskolát, mert a Ljubljana, Zágreb, az nagyon-nagyon jó csapat volt, a Jeszenice. Jeszenice volt a legjobb. Akkor egyszer Magyarország Zavárját is vezettem, Szlovákiába is volt ilyen meccs, Finnországba is volt ilyen meccs, meg Norvégiába is volt. Szóval élveztem, mert beutaztam fél Európát. 84-ben. Világbajnokságon is voltam különben, 57-ben. Tehát 56-os forradalom után, mikor mentünk Magyarországon között, láttam, hogy milyen romlás volt, és ott a világbajnokságon is részt vettünk, és hát nem volt nagy eredményünk, de azért ott voltunk a végén, de részt vettünk. Ha már arról beszélünk, hogy beutazta a világot, akkor 84-ben a szarajevói téli olimpián egy nagyon komoly feladatot kapott. Nagyon. Én voltam ott a főnök. Ezeknek a játékvezetők, nem a direkti játékvezetőkkel, hanem a kisegítőkkel, akik ott volt jegyzőkövezető, időmérő, és így tovább, gólbírók. Na most volt szervezve egy előolimpia. Egy éve előbb, és jöttek az oroszok is játszottak ott, meg svájciakat, kipróbálni, hogy funkcionál. Ha valami baj van, akkor még egy év időnk van, hogy kijavítsuk. Hát volt elég probléma, kérem szépen, mert hát a szarajó és sport barátok elég fölöletesen végezték ezt a egész dolgot. Például, egy példa, a gyors korcsolya, ami nézi a gyors korcsolyát, a televízión, nem semmi, hát korcsolyáznak. Ott pedig az olyan 80 km-es sebességgel mennek a kanyarba, és ott, ha van a jégen egy kis piszok, az biztos, hogy olyan korcsolyájuk van, olyan éles és hosszan fekszik, hogy az kirepül. Hát a tréningen, a japánok tréningeztek, ott, ahol, mert a karbantartónak hiába magyaráztuk meg, hogy itt nem lehet sáros cipébe átmenni. Átment. Hát nem mondom, hogy mit kapott utána, stb. A végén őt állítottunk oda, rendőrt, hogy ne menjen át senki se át. De az olimpiában ezt nem lehetett csinálni, hanem akkor én meghatároztam azt, hogy összehívtuk a zsűrit, hogy alagutat csináltattunk a pálya alatt, alagutat csináltattunk, hogy ott lehetett közlekedni. Hát nem lehet botrányt csinálni, hát, és az abban bevágott. Vagy például, ugye a hokipálya az ilyen, mondjuk, mint az asztal. Itt mikor jön a holba, a jégkét, az megy a fele, megy így, és megy állandóan, és megy szűk, jön ide is, megy arra felé. Na most itt a kapunál, ide, ahol a kapuval, ott elmegy kétszer-háromszor is az holba, hogy bekering. Ott el kell zárni a vizet. Hát nem zárta el, hiába az áldal a vizet. Nem. Hát lett olyan 3-4 centis víz. Akkor várni kell, hogy megfagy, ugye? Voltak problémák. Az előolimpián ott igen. Voltak. Utána lett nem lett probléma, elhoztuk Ljubljanából, vagy Jeszenicéről elhoztuk az embereket, és azok, akik ezt tudták csinálni. Vagy például ott a fél időben, tehát a szület után a mérkőzéseket a másodpercnyi pontosággal kellett kezdeni. Mert az amerikai televízió megvásárolta ezt a közvetítést. És azok nem tűrték el, azok akkor kezdik adni az olimpiát, és ez meg tekintett. Volt előolimpia, hát lelettek váltva az emberek, ugye annyian Szabadkáról levittem 8 embert, hoztam Jeszenicéről is, elvittem egy csomó embert oda, és lett voltak a miénk is, így lekerültek az olimpiára, az mi csapatunkban, mert ezek tudnak bíráskodni. Jó bírók voltunk. A szigort nem csak a sportban kell tehát tartani, hanem az oktatásban is, ugye? Hogyha jól tudom, akkor a sport mellett az egyik nagyon fontos momentum az életében, egy nagyon fontos szerelme, mondhatjuk így is, a tanítás, hiszen Belgrádban fejezte igen. A testnevelő igen. Egyetemet, igen. De mégis hazatért Szabadkára, és itt kezdett el tanítani, először a magyar gimnáziumban, majd a tanítóképzőben. Meséljen erről is egy kicsit az emlékekről. Mikor diplomáltunk, akarták a belgrádiak, hogy maradjunk lent a tiszti iskolának a testnevelő tanára volt. Azért kellett volna lenni. Minden rendben volt, de egy dolog nem volt rendben. Nem voltunk pártagok. És nem is léptünk be. Úgyhogy én hazajöttem Szabadkára, mind a kette, annak idején, és én nem bántam meg, hogy nem adtam Beográdba, bár sokkal jobban járok anyagilag, de
Én szaladtam Szabadkát, én nem mentem. Milyen volt a gyerekekkel foglalkozni? Tanítani őket? Én szigorú tanárnak tartottak engemet, de igazságosnak. Úgyhogy én nagyon-nagyon kijöttem a gyerekekkel, nagyon-nagyon kijöttem, pláne a fiúkkal, jobban, mint a lányokkal, mert a lányoknak ilyen baja volt, olyan baja volt, jobbra, balra, mondom, ez nem baj, anyád otthon nem tudja, mikor ilyen menstruációt például, akkor részt veszi. Ha dolgoztuk, hozva egy igazolványt, akkor nem. És jó kijöttem a gyerekekkel, egyik csoporttal az utolsó évben 1-5-ig vittem őket, én voltam az osztályfőnökük. Hát ötödikes korukban, már ötödikesek, mondta, ti most már az én szemembe nem vagytok középiskolások, hanem egyetemisták vagytok, de középiskolások. Mondom, és odáig jutottunk el, mondom, mikor, ha nem vagy elkészülve egy tantárgyal, te eljössz én hozzám, és ha megmondod, de elmész az iskola, haza. Te csak fölállsz, utána osztályfőnök hozzád, és igazolom az órádat, igazolom. Mert mondom, azok olyan vizsgaszerűen kérdezték őket, hát miért zúgjon be az a gyerek, mikor azt tudja az anyagot, csak nem vette át, mert nem volt neki ideje. Mert a gyerek mással is foglalkozott, pláne a fiúk, de a sportolók, a lányok is sportoltak. Mondjuk a kézilabdában, nekem volt nagyon jó csapatom kézilabdában. A Vajdaság ligában játszottunk. És csak edzésre, stb. És mással is foglalkoztak azok a gyerekek, nem csak a tanulással. És olyan jó megvoltunk mindig, hogy az igazolás hiányzott. Odáig jutottam, hogy fölállt, azt mondja, igazatlan óra. Én nem kérdeztem meg ötödikes korában, hogy hol voltál. Nem. Fölállt, igazolt óra. Szólék igazoltam neki. De mondom, hogy egyszer megfoglak. Nem, becsöljön. Jó volt. Szóval egy nagyon barátságos viszonyt alakítottam ki velük, de tartottak tőlem. Azt mondja, meg tudja az oszi, akkor baj lesz. Jól tudom, akkor az egyik neveltje még olimpiára is kijutott. Az egy hihetetlen dolog, hihetetlen dolog. Vittem őket úszni a Fekete-fürdőbe is. Aki nem tudott úszni, az külön tanfolyamra ment, én nálam mindenkinek meg kellett tanulni. A 20 métert te kellett tudni neki úszni. Addig piszkáltam, még nem csináltam meg. És de a stopper oda nekem nagyon zsebbe volt ott, hogy hátra találok valakit. Hát egy fiú beleugrik, nehelikes volt, úszik oda-vissza. Nagyszerű idő. Kurvány Szlávkonok hívták különben. Egy szerb gyerek volt, de perfekt magyar, mert két nyelvű volt az ő osztályukban, két nyelvű ment a tanítás. És mondom, Szlávko, te honnan úsztál eddig? Azt mondja, nem, futballoztam, atlétizáltam, mondja nekem. Mondom, mától kezdve te úszó leszel. És ez télen volt, az országos szenior bajnokságon második lett, Krányba. És melyik olimpián? Mexikói olimpián kiment. Sajnálom, hogy én nem mentem bele, nem jöttem rá. Úgyhogy... Gábor, 92-ben vonult nyugdíjba, 43 év tanítói pálya után. Mi az, amit így a munka végén, a pályafutása végén a legnagyobb eredményének vél, és a legnagyobb eredményének gondol? Megmondom, az én mikor bekaptam a májusi díjat, mert itt atlétikában gyöngék voltak a mi tanulóink. Valami el volt hanyagolva az atlétika előtte, aki ott volt, nem tudom, hogy miért. De mindegy, én befogtam őket. Én nem voltam jó, nagy atléta, mondjuk elég jól futottam, de a magasugrás az 150-nél többet nem bírtam átugrani, meg távolban se 6 métert nem tudtam ugrani, csak 5 métert, úgyhogy de az nem is volt fontos. És ki volt írva egy ilyen pályázat, ilyen csapat bajnokság Szerbia középiskolások számára. Elolvasom, mondom, hogy ezt meg fogjuk nyerni. Én mondom, hogy én ezt biztosan megnyerem, egész biztos. El is készítettem őket szépen, kolléganőm együtt, hangsúlyozom, Szabóni is nagyon jó dolgozott ott a képzőbe. És hát nem mentünk Belgrádba, voltak a zentaiak, jó atléták voltak, zenta újvidékiek, meg nem csácsákról, nem tudom, honnan voltak, meg Beográdból is. És a végén megnyertük. Első évben második lettünk, mert akit a kolléganőm vezette a csapatba, magasugrásba, nem hozta, amit én mondtam, de a következő évben elengedtem, és megnyerti a bajnokságot. De akkor az pénzzel járt. Az iskolát, a sportolókat, stipendírozni őket, pénzzel járt akkor az. Még hát nekünk mi is kaptunk pénzt, nem is keveset.
abban az időben. Hát akkor így ment. És ez mondhatjuk így a legnagyobb eredmény, amelyet így utólag visszagondol erre, kellemes emlékekkel és jó szívvel. Persze, hát az nagyon jó, mert elsősorban is megismerkedtem ott megint több kollégákkal, együtt voltunk jobbra-balra. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, és hogy beszélgethettünk. A műsor elején felsoroltam, hogy mennyi kitüntetést kapott. Én mindegyikhez gratulálok, és további jó egészséget kívánunk önnek, és további eredményes munkát, bármivel is töltse manapság az idejét. Köszönöm szépen. Ladóczky Gábor volt a vendégünk, nyugalmazott testnevelő tanár. Köszönjük a figyelmüket, számítunk továbbra is önökre. További jó televíziózást kívánunk!